Sziasztok, jó estét kívánok! Ez itt az Esti Skalp és Daytrade. Reggel azt mondtuk, hogy majd picit bele vagyunk az elméletbe, persze egy kis gyakorlattal párhuzamosan. Tegnap kötögettünk hosszú távon, illetve beszélgettünk részvénypiacról. Ma talán egy picit másról is fogunk. Kérdés, hogy látszódik-e az, amit én itt kivetítek nektek, illetve a kockát nyilatkozat. A tőzsdézők kockáztatják a pénzüket, meg a tőzsdézők 74%-a, vagy akár a politikus piacon 75-80%-a is veszíthet. Semmilyen oktatási tanács, befektetési tanács pontosabban nincs, semmilyen ajánlat, stratégia nem létezik, ami örökké termel pénzt. A tőzsdén bizony lehet veszíteni. Ezt olvassátok el figyelmesen. CFD-kkel tőkeáttétes termékekkel kereskedik. Ezt mindenképpen gyakorolja a demóban. Nézze a lotméretezést, használja a stopot, stb. Stb. Erről minden reggel szoktunk beszélni. Mi a skalpot illeti, kis spreadű termékekkel érdemes foglalkozni. Menjünk gyorsan a chartokhoz, a kockátokról. Minden nap beszélünk, és ez a legfontosabb része minden webináriumnak. Ugyanis a tőzsde kockázatos. Kérdés, látszódik a chart nálatok? Igen, nem. Oké. Okay. Elvileg azt mondjátok, hogy minden oké. Okay. És nézzük, hogy milyen trédek voltak például a mai napon. Először is csinálunk egy H4-es NASDAQ elemzést. Vagy ezen vonal fölött kéne áttörnünk, vagy ezen vonal alá kéne lemennünk. Most per pillanat jobban néz ki a chart, tehát fölfele mutat. Kérdés az az, hogy vajon átvisszük-e majd azt a felde vonalat, ezt a tékprofitot picit följebb fogom tenni most. Hát, hogyha szerencsénk lesz, és pár napon belül utolérhetjük azt a szintet. Ez nem befektetési tanács. Nézzük is azt, hogy miért kötöttem ezt az utolsó pozíciót. Látszódik ennek a gyertyának a kanóca? Az olcsóbbik pozícióról beszélgetünk. Ahol az egerem van, látszódik annak a gyertyának a kanóca? A T-monitorotokon, vagy telefonotokon. Ennek a kanósznak az érintése, közelítése egy támasz közelítés, ami adott esetben elég fontos lehet. És mutatom, hogy ez hogy néz ki kisebb idősíkon. Ha valaki abban gondolkodik, berajzolta ezt a vonalkát, mutatom H1-en, és annak az érintése, vagy az alászúrás lehet egy jó belépő, akkor az valószínűleg kiszúrta, hogy itt van egy dupla alj, H1-es idősíkon, és ennek a második alja az egy fontos szint lehet. Nézzük meg az M15-öt, M30-at először. Ugye mindig multi-timeframe elemzéssel kéne kezdenünk a dolgot. Ha ez itt egy vállfej, vállalakzat, annak a nyakvonal az a piros stop-loss vonal, az alatt pont kialakult. Egy fals letörés, és még az is benne van, hogyha a fejet összekötnénk a jobb oldali vállal, akkor azt a vonalat is átvittük, ami egy elég jó jelzés long irányban. M15. Ez a long irány most már ugye, ez az idősíkon egyértelmű. És kérdés, hogy vajon ennek a kis dupla csúcsnak, amit itt most berajzolok, eljövünk el a nyakvonaláig, ahol sok sortosnak be lehet húzva a nyakvonal környékére a stopja, vagy esetleg eljövünk-e eddig a vonalig, pont ott vagyunk, látjátok, onnan fordultunk le, vagy esetleg eljövünk-e a jobb oldali csúcshoz, illetve a bal oldali csúcshoz a következő időszakban, órákban, napokban, itt ugye annyi alatt. És menjünk vissza mondjuk az M5-re, és menjünk rá az M1-re. Ugye itt tartunk. Van egy pár pozíciónk, számlatörténet fülből a tetejére, az aljára húzom. Ugye volt a reggeli skalpnál egy őrületes lótméret, amit azt mondtátok, hogy tartsunk meg estére, vagy akár kettő ilyen pozíció is volt, nem is emlékszem. Ezt nem tartottam meg, hanem picike pluszban lezártam, de ettől függetlenül más trédekből is jól kijöttem a mai napon. Na nézzük, hogy mi is történt ma. Arról beszéltünk,
hogy picikét sortos piac szokott lenni, mielőtt kijön egy fél-hármas adat. Emlékeztek erre a mondatra? Elvileg elhangzott reggel, hogy csordogált a piac, ha lefele megyünk. Oké. Okay. Viszont az is elhangzott, hogy elképzelhető, hogy kiráznak minket a mi kis sortunkból. Volt egy short pozíció nyitva, és mondtam is, hogy ez egy hibás kötés, mert nagy lottal kötöttem és rossz helyen. Emlékeztek ezekre? Nézzük meg, mi is volt ez. Nem biztos, hogy a NASDAQ volt, de hasonló eset történt. Ha ez egy fordított válfejvá nevű alakzat lenne, nem ekkor volt egyébként, és lehet, hogy nem NASDAQ volt, akkor az esésben ugye el szokott maradni. Nézzük meg, ez bekövetkezette. Aki korábban shortolt, például itt is lehetett volna shortolni, és nem zárta a pozícióját, azt azért kirázták ebből a poziból, majd öt egy gigantikus méretű M1-en legalábbis nagy méretű M betű, tehát duplatok, és onnan beindult egy komolyabb kis day trade short. DAX volt, akkor mindjárt megnézzük azt. De egyébként itt is van egy ilyen hasonló alakzat. Amikor short a piac, akkor dupla aljak maradnak el, például ez, vagy dupla topok jönnek sorba. Aztán egyszer csak ez a dolog megfordulhat. Nézzük meg, hogy a NASDAQ-nál mi is történt. Ebben a feltűnően nagyméretű dupla aljba gondolom sok tréder belépett, aki nem fogadta meg azt a tanácsomat, hogy hír előtt nem nyitunk pozíciót, de lehet, hogy akár jól is jártak. Nézzük meg azonban a B verziót. Ha már itt beléptünk, és itt részzártuk a pozíció 60-70%-et, akkor felkészülhettünk-e arra, hogy a dupla alj, alját összekötő vonal nem működik majd támaszként, elesik és kisztopódik a mi kis dupla vénk. Szerintetek bekövetkezett-e ez, vagy nem? Fél háromkor volt hír, fél négykor nyitott az amerikai tőzs, de ez az óra egy órát siet. Még csak fél kettő környékén jár. Nézzük meg, mi történt. Itt bizony ez bekövetkezett. Ez a leszúró kanóc, mondta, ha én most átkapcsolnék, hányra nem teszem meg, az volt az a szint, amiről beszéltünk az előbbben. Amikor egy dupla aljat követően kiráztak a pozíciótokból, és egy fals letörésbe beléptek, akkor szerintetek az nagyot fog menni fölfele? Nem biztos, hogy mindig így van, csak kérdezem. Ráadásul ez M15-ös H1-es emelkedő ferdevonal alatti fals letörés plusz szint alatti fals letörés. Ha valaki itt belépett valahol egy longba, szerintetek eljött a charternek a duplatoknak a tetejéig, sortosok bánatára, vagy nem? Nem tekerjük előre az időt, most játszunk egy ilyet. Elméletezünk, ugye? Gyorsabban válaszoljatok, mert rengeteg kérdésem lesz. Azt mondja Miklós, hogy igen, és Zsolt is. Na nézzük. El is jöttünk. Ha már itt kialakul egy fals kitörés fölfele, akkor abból jöhet egy picike korrekció lefele. Látjuk a példán, jöhetett bizony. Oké. Okay. Most a következő kérdés. Ha valaki össze tudja kötni a képernyő jobb szélén található két-három csúcsot, ezen vonalka áttörése, lehet-e jó long day trade belépő? Van-e itt kezdő köztetek? Ha van, nyugodtan szóljon. De akkor is ugyanezeket fogom mondani. Ennél egyszerűbben most nem tudok fogalmazni. Ha itt ezt átvisszük alulról, nyomnátok egy vételgombot, vagy nem? Nézzük. Ugye itt elindult egy esés, részzárás, 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 és hogyha ezt a vonalat átvisszük, akkor pozíciófordítás lesz-e, vagy nem? Itt vagyunk a vonal környékén. Nyomjam a long gombot, vagy a vételgombot, vagy ne? Azt mondtátok, akkor nézzük meg, hogy megnyomjuk. Hova tennétek a stoppot? Ide a völgy alá, és picikel ott backstop miatt, vagy csak ide a piros vonal valamelyik kanóca alá? Mi az első egy day trade, kisebb ott, a másik egy scalp. Nézzük meg, ki mit mond. Első, tehát a mélyebb stop. Na nézzük.
Elindultunk szépen fölfele, megérintettük ezt a vonalat. Itt csinálnátok egy részzárást? Ha itt van lenne a stoppotok, tehát mondjuk 2 egységnyire, és csak másfél egységnyit emelkedtünk, akkor hány százalékát zárnátok le? Több, mint a 60-70-80%-át, vagy kevesebb, mint a felét? Ugye azért zárnék jelen esetben én többet, mert messze van a stop. Már hogyha ezt beszéltük meg, hogy itt van a stopunk. Egyébként itt is lehetett volna, ha csak skalpolunk, akkor nyilván kevesebbet zárunk. Ez a ferde vonal azonban, ugyanúgy, mint egy szint, lehet egy olyan ellenállás, amiről akár le is fordulhatunk, meglátjuk. Én itt most nagy arányú részzárást csinálnék, többit megtartanám, aztán vagy bejön, vagy nem. Ugye lent van a stopunk a piros vonalnál 15.249 környékén. És itt tartunk. Ezt a napot ma így kellett volna megnyomni. Ki az, akinek hasonlóan sikerült? Most már nézzük a Dow Jones-t. A Dow esetében itt volt egy kis stoppom. Húha. Semmi gond ezzel. Azt hittem, hogy el fogunk menni a csúcsig. És most van egy 0,2-es pozícióm. De ha megnézzük a Dow Jones pozíciókat például, itt is volt egy jó kis skalp, egy nagyon pici dupla aljat láthattok itt, emelkedő trendben néha dupla aljakat keresgélünk, most látjátok, hogy a második alj lett megvéve, ez egy elhibázott kötés volt, nem szúrtam ki, hogy dupla toplam, vagy nem akartam kiszúrni, és nézzünk még más Dow Jones kötéseket, ugye ez volt a részzárás, többit meg már ismeritek. Van nekünk egy 0,20-as dónk, de én most beleskapok 2 lottal, figyeljetek. Lehet, hogy hibás kötés, ez nem befektetési tanács. Betesszük a 2-es támasz alá stoppot, és elkezdünk azon imádkozni, hogy induljon meg fölfelé a csárt, tegyük fel eddig a szintig. Belépő oka egy támaszról való pattanás, illetve a trendcsatorna kereskedés. Ha ide behúzok egy trendcsatornát, ahol van egy fals letörés, fölülre egy párhuzamosat, akkor látjátok, hogy a csatorna alján vagyunk, akkor bizony megpróbálkozhatok vételekkel. Egyébként gyorsan visszamegyek ide a dob pozíciók közül, ezt a 0,20-as most lefelezem. Nem akarok ekkora kockázatú pozíciókat kötögetni most, de ha már itt van az amerikai piac, akkor próbálkozunk egy kisebb olyan tréddel, aminek vagy a hibáit, vagy az eredményét fogom szemléltetni. Igazából mindegy. Kanyarodjunk vissza egy picit a DAX-ra. Azt mondtátok, valaki mondta, itt bizony volt egy fordított válfejvál, ahol azt mondtuk, későn lett sortolva, ki is stoppolódott. Ez most nincs ráhúzva a csártat, higgyétek el, aki nem hiszi el, az nézze meg a reggelit. És ezt követően jött egy dupla ajtréd, ami részzáró lett itt. Ott, illetve a nagy pozíciók, ami kereskedési hibákat szemléltetett, az ki lett dobva a pozíció mérethez képest picike pluszban. Ezt követően, ugye arról beszéltünk, hogy jöhet egy kis emelkedés, ahol kirázzák a sortosokat, illetve jöhet a longosok kirázása is. Figyeljétek a fordított válfejvál stopját, a fej alatti szintet, ami 15.606. Szerintetek ebből a dupla dobból le fogunk jönni 15.606-ig, vagy nem? Nem tudom rá választ. Igen, nem. Ha jól sejtem, lejöttünk, ugye? Tipikus kirázós piac. Aki itt shortolt, az is bukott, aki itt longot vett és nem zárt részeket, az is bukott, és aki ebbe a fordított válfejbe beült, és egy ekkora emelkedésnél nem szállt ki, hát az így járt. Már ha volt stop loss, az ugye nem baj, ha van. Aztán berajzolok ide egy day trade belépő vonalat. Ha ezt átvisszük, én lehet, hogy nyomnék egy longombot, vagy kistoppolok, vagy nem. Jadigére, ő pedig itt egy dupla alj. Ha itt megnyomom a vételgombot, és beteszem a stoppot az aljra, akkor a lottal kötök, ha kistoppolok, akkor se legyen gond, mert akkor majd nagyobb lottal a kirázás követően újra belépek longba. Részzárás megvolt, szerencsére nem volt még kirázás, látjátok, a piros vonalig nem jöttünk le,
És ahogy telik múlik az idő, eldöntetek, hogy zártok a részeket, vagy nem, és gyönyörűen szépen jöttünk a szintig, amiben a rajzolva, és itt tartunk. Visszakapcsolunk, mint van az dakra, megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Ha már van long pozíciónk, akkor a NASDAQ-kal is kötünk egyet, mert abban nincs jelentőség annak, hogy bukunk vagy nyerünk. Itt egyszerűen a trendet követem, azért ilyen magaslati levegőn már én sem szívesen nyomom meg a vétel gombot, de hát ez van. Picit rámegyünk a Dow Jones-ra. Nem tudom, hogy hol van stopja. 6.26-on, pont a piros vonalon. Akkor ideigazítom, figyeljetek. És közelebb legyen. És ahogy közelítjük a ferde vonalat, amit mindjárt berajzolok, csak most nincs időm rá, lezárom a pozíciónak a 3/4-ét. Sőt, csak 1,4-et. És utána várjuk a csodát. Berajzolom a ferde vonalat. Ugye ez lenne az elsődleges célár, aztán ennek a duplatoknak valamelyik teteje, úgyhogy ezt még picit följebb igazítom, vagy hülyeség, vagy nem. Ha ezzel a pozíval kisztopolodok, 9 dollárt elhasalok. Azonban, van egy jó hírem, 11 dollárt nyertem. Ez az előnye az ilyen részzárósdiknak, és mint mondottam, talán ez egy trendcsatorna kereskedésnek is mondható valami. Oké. Okay. Na nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a NASDAQ pozival. Egyelőre minden szép és csodálatos. Még nem tettem be a stopot, bocs. Ugye behúzzuk egy gyertyák testek alá. És a take profitunk pedig minimum a tetőszint. De azért a fölé is helyezem egy picit. Hát a szerencsénk lesz. Ha pedig véletlenül kisztopolódok, mert hogy kialakulhat itt egy váll, fej, váll, akkor így jártam, és akkor ma már nem kéne erőltetni ezt a trédelősdit. Nézzünk egy pár pozíciót, most egy csinálok egy NASDAQ M1-et. Valamit eltaktikáztam. Itt volt egy kis ferde vonalunk, ez még régebben volt, csak mutatom. Itt volt egy tök jó belépő. De most, ha én most mindent törölnék innen, meg is teszem, megnézzük, hogy miket lehetne itt csinálni. Egyelőre azt látom, hogy hát, ha van lentebb egy NASDAQ-unk, ez itt a legolcsóbb NASDAQ pozíciónk. Abból lezárok egy 0,10-est. Többi megy swing trade-be. És a másik NASDAQ pozícióból megpróbálom lefedezni a legújabb NASDAQ-unk kistopját, ami kistop szint 18. Tehát akkor ezt a 0,20-ast szépen. Hát ezt is csak lefedezem, mert jó magasan van a take profitja. Nem fedezem le a teljes buktát, jó? Megnézzük, egy két pozíció belépője, az mi volt, miért volt, stb. Egyes NASDAQ pozí, kettes NASDAQ pozí. Ezt már megbeszéltük. Ez egy H1-es szint volt, de mutatom. Ez itt a szint, és addig szúrtunk le. És vissza M1-re. A másiknál pedig nincs új a nap alatt. Ez volt egy ilyen furcsa duplatop. Emelkedésben vagyunk már. Ennek a nyakvonal alatt volt egy fals letörés, ez a picike rész. És miután onnan jól kirázták a longosokat ezzel a leszúró hírgyertyával, azt hiszem akkor volt a hír,
Erőt a szemem, milyen hír volt, itt bizony be lehetett volna, egyébként itt is be lehetett volna lépni, de aki ügyes, az már itt belépett. Most fogok kisztoppolni, figyeljetek, jön a mínusz. Oké. Okay. Aztán. Menjük át picit a részvényekre. Ha találok itt részvénycsártot. Apple M1 csárt. Ez egy day trade volt. Itt volt részzárás. Most lezárok ebből megint egyet. Higgyétek el, hogy most már ebből olyan nagy bukta nem lehet, ha csak nem nyílik be. Igazából jelentősége nincs. Ezt picikét elaludtam ezt a pozíciót. A minusz 18-as Nasdaq, csak hogy mutassam. És itt van az Apple-nek a második részét. Lehetett volna szebben is zárni. Na nézzük a többit. Vettem Citigroupot daytrade-re. Vagy talán swingre. Ez egy nagyon tágstopú dolog, de ezt azért fogom meghagyni, 20 dollár kockádat, mert benne van a pakliban, picit elaludtam ezt a pozíciót, ez egy fals letöréses dupla aj lesz. Ez egy hosszú távú effektet, és nem foglalkozunk vele. Nézzük az AMD-t. Az AMD esetében ezt a vonalkát próbáljuk tesztelni, de ha ez egy day trade, miért lenne az, akkor én a stopját feljebb hozom. Mínusz 6 dollár lesz a kockázat, mint ahogy láttátok, és lebeg 5 dollár, tehát ebből én most nagyobb részt zárok, és ez tekinthető mondjuk daytrade-nek vagy scalpnak, amit átvittem a holnapi napra. Aztán vagy kiütik, vagy nem. Ezeket csak azért mutatom, hogy részvényekkel is lehet néha daytrade-elni. Nem a legjobb belépő, de ez így sikerült. Hosszabb távra vettem egyébként eredetileg. Na és akkor volt nekünk más is, de mutatom. Van nekünk egy Amazon csártunk. Ezt szerintem meghagyom, most ezekkel nem foglalkozunk, jó? És van egy régebbi Amazonunk is, ha minden igaz. Melyik az újabb? A 06-os, az 12-ei. Elmaradó dupla top van a chart végén, látjátok? Most nem húzogatom a stopot, mert akarom hagyni hosszú távra. Ezeket csak azért mutatom, hogy több idősikon is vannak ilyen elmaradó valahogy, mint látjátok. De körberajzolom nektek. Elmaradó dupla top 1, nyakvonalat, falsletörés. Elmaradó dupla top 2. Ezeket túlbeszéltük. Nézzük a DAX-ot gyorsan. DAX-nál sajnos benne van egy potenciális kisztopp, ezért én ezt most lezárom. Lehet, hogy reggel újra nyitogatunk a DAX-okat. És ha visszahúzom a NASDAQ-ot, ott is csinálok egy zárást. És megnézzük ennél a legújabb NASDAQ-nál, ami szintén egy részzárt pozíció. Itt mi volt a belépő oka? És egyszerre egyébként volt, ez jobb pozícióban is zárva, higgyétek el. A belépő oka, ez itt egy dupla top, vagy tripla top, fals letörés a nyakvonal alatt. És jöttünk is föl, csak elaludtam ismét ezt a pozíciót. Illetve ennél pedig behúzom szépen a stopot ide. Ha be tudom. Így már nagy baj nem lehet ezekből a holnapra átvitt pozikból. De hogy még a végére skalpoljunk egy szépet, nyomunk egy nagy lotos skalpot, ami vagy kereskedési hiba lesz, vagy nem. De a szándék az ekkora lotta, ne kereskedjetek ilyen 0-20, 0-30, 0-40 fölé kezdő, ne menjen. Bár azért attól függ, mennyi pénze van, nyilván mehet. Ugye a kérdés az az, hogy ez a picike, a leszúrás, ami itt a végén van, ez egy fals letörése,
vagy nem. Ha az, eltűnjünk, ha nem, kisztoplódunk. És akkor nem. $400 lesz a plusz, hogy 380, hanem X. Egyébként egy esőtrend kezd beindulni, de ha véletlenül ez falsetörés, akkor szerencsénk volt, de ugye a tőzsde két irányú dolog, ezért ennél a pontnál már lehet, hogy shortot kellett volna nyitni, azt most vettem észre. Egyébként van egy válfejvál, aminek a nyakvonal alatt falsetörés lesz, megúsztuk, ha nem, kisztoppolódunk mínusz $40-50. Egyébként, ha nyertetek 3,80-at, akkor ezt le lehet húzni. Stopot nem tágítunk ilyen 70-80-as magasságba is. Most ezt megteszem, maximum többet fogunk bukni. Tehát az én tervem az az, hogy emelkedő trendben játszunk egy válfejvál elmaradására. Picit korán léptem be ebbe, lehet, hogy hülyeség volt, és terveim szerint lehet, hogy eljövünk eddig, de ez nem befektetési tanács. Menjünk vissza a Dow Jones-ra. Dow Jones sajnos kiesett az eső trendcsatornából, úgyhogy az, hogy csökkentettem a pozíciókat, az eddig jó ötletnek tűnik. Eurúst. Ugye beszéltünk arról, hogy bizony-bizony itt lehetett jó belépőt csinálni, itt volt egy válfejvál, és innentől megindultunk lefele, és a többi, és a többi. Arany. Van egy válfejválunk, csak jelzem. Ha ez elmarad, akkor ahhoz még ezt a ferdítát kell vinni, ha nem, akkor tudjátok, mi a menetrend válfejvál után. A duplatok után is volt valami, úgyhogy per pillanat nincs itt az aranyvásárlás ideje. Na vissza Nasdaqra. Várnunk kell. Nézzünk egy USDJP-t, ami most nem annyira mocorog. Nézzük a tót még egyszer, DAX-ot, és most ugye unalom zajlik. Hol van az, amelyikkel berajzoltam a válfejvállat? Nem találom. Talán ez lesz az. A kérdés a következő. Szerintetek följön-e idáig a csárt, vagy nem? Merész kérdés, ugye? Elhasaltunk az előbb a Nasdaqon $18, ugye? Semmi gond ezzel, meg a Dow Jones is kisztoppolódott, de azzal sincs gond. Miért nincs gond? Ugye ez a Dow Jones egy részzel pozíciót. Látjátok, hogy 9,37-et buktunk. Azt megelőzően pedig a Dow-val 11,4-et zártunk. Ezzel a Nasdaq kisztoppal van egy kis gond, tehát ez ekkora profitba ebben a napba belefér. Eladjuk nulla közeli állapotba, hogy ne izguljunk, följebb húzzuk a stoppot, vagy pedig tartsunk ki az alapelvünk mellett, mi szerint ez a várfejvál akár el is maradhat emelkedő piacon. Itt ebben egy hiba van, hogy nagy alott. De most, hogyha $60 elhasalunk 380-ból, szerintem az nem annyira nagy hiba. Ha valaki úgy akarja ezt kikozmetikázni, elkezdi a levegőket zárogatni, akkor itt azért van lehetőségünk bőven. Erőt eszembe, hogy Eurhof, USDHof sortokkal lehetett volna fedezni. Ilyen erősödő forint van szerencsére. Itt vagyunk ennél a színnél, azért engedjétek meg, hogy lezárjak 0,01-et. Többit nem piszkáljuk. Van, aki 400-ra várja a forintot, valaki még följebb. Van, aki 370 valamennyire. Jól zártunk egy részt. Azt csak azért csináltuk, hogy ha esetleg kisztopódik a Nasdaqunk, akkor ebben ne legyen baj. Egyébként, ha van egy német részvényetek, stagnál az árfolyama, és erősödik a forint, akkor ti azon a részvényeket bukni fogtok, ha gyengül, akkor nyerni fogtok. Ezért az ilyen mozgásokat le lehet fedezni. Árfolyam kockázat is van a tőzsdén. Nagyon-nagyon lassan vászorul ez a Nasdaq.
technikailag egyébként lehet följebb húzni a stoppot, 67-ről, mit tudom, 40-re, és megcsinálom, de megnézzük mennyi, 52, mindegy. A kérdés az az, hogy belefutottunk az ellenállásba, és lefordulunk, vagy pedig, hoppá, ezt ott hagyjuk, vagy pedig van egy másik ferdevonalunk, egy ilyen belső trendvonal, megpróbálom így húzni, hogy ne bántsam a másik vonalat, és hogy ezt át tudjuk-e vinni, vagy nem. Tegyék meg tétjeiket a chat ablakban, tisztelt nézők. Jelzem, ha mindent lezárnék, akkor lenne egy csodálatos napunk. De hát ne zárjunk le mindent, mert játszunk. Amit ebből ki akartam hozni, fals letörések, esetleg elmaradó alakzatok, emelkedő trendben dupla aljak, tehát hogyha még van egy dupla V, ami itt ez, és annak kirázzák a stopját, és alatt egy fals letörés, akkor lehet újra játszani, és az emelkedő trendben már volt olyan ma, hogy elmaradt dupla top, vagy éppen válfejvá, hát ez egy torz válfejvá, de ez is elmaradt. Ugye? Itt tartunk. Na nézzük, hogy az dag megindul-e, vagy nem, mert már unjuk. És ugye ellustultunk. Most itt 3-4-et, ha lezárnék, nem lenne belőle gond. De akkor az nem egy szép játék, ezért csak lefelezem. Lehettem volna gyorsabb. Így már a kockázatom csak $26. Szóval van egy remek lehetőségem arra, hogy még optimistább legyek, és föltegyem ide a take profitot, és majd a következő zárást a válfejvállalakzat válvonalánál és a fejtetőnél fogom megejteni. Szerintetek elmegyünk a következő kékvonalig, egyes, csatablakba, elmegyünk a piros vonalig, kettes, elmegyünk eddig a piros vonalig 3-as, elmegyünk eddig a piros vonalig 4-es, elmegyünk az eddig piros vonalig 5-ös, vagy kitörünk fölfele a webinárium alatt vagy éjszaka. 6-os, stop. Több vélemény érkezett, olvassátok el. Ilyen érdekes, hogy mindenki hallgatag volt, amikor csak úgy belevettem. Most már azért vannak optimista hangok is. Ha nem akarnánk izgulni, akkor ez a $26 mínusz, ez kezelhető lenne majd részzárásokkal, vagy stop nullába, csúszó stop. Most ezeket hadd ne csinálja meg, mert én nem izgulok. Nem azért, hogy föl fog menni, fogalmam sincs, meddig fog fölmenni. Ez egy demószáma, $400 pluszban van. Ha visszamegyünk megint 380-ra, nagy kaland. És lebeg mellette plusz 80. Nézzük gyorsan, a Dow Johnson és a Daxon történik a hasonló dolog. A Dow visszatért ebbe a vonalkába. Szívem szerint itt is nyomnék egy vételgombot. Vagy bejön, vagy nem alapon. Itt muszáj nagyon szűkre tenni a stoppot. Megnézzük a DAX-ot. Ennyire sok korreláló termékkel nem akarok, most a DAX-ot kiadjuk, jó? Van egy Dow Jones-unk, hogy még jobban izguljunk. Van egy NASDAQ-unk. Ezek már csak ilyen fényszergődések, hogy legyen még több izgalom. Ezeket amúgy nem kéne most megkötögetni, legalábbis nem ilyen lotokkal. Vánszorog szépen a NASDAQ-unk a kék vonal fele. Most képzeljétek el, hogy ez egy swing trade, vagy egy hosszú távú befektetés. Tegyük fel egy H1-H4-es csatorna. Azt mondjuk, hogy hát ebből a két lotból 0,40-et zárunk, mert közel vagyunk a kékhez, 0,30-at, tök mindegy. Tehát ilyen pici kéket. Így csökken a potenciális kisztoppunk. Csak -22. Nem izgalmas?
Ha lefordul a kékről, akkor így jártunk. Ha átviszi, akkor a piros vonalak valamelyike. Akár illetegyőről lefordultunk. Sajnos ezt a Dow Jones is leragálta. Ha visszajövünk, és újra kiesünk az esőtrend csatornán, picit pontatlan a vonal, hadd igazítsam. Tehát, ha újra kiesünk, akkor elköszönünk a pozitóval, ha nem, akkor meg nem. Nézzetek, a NASDAQ is hogy reagált erre. Nézzük ezt a kék rajzot. Visszateszteltük az első ferdénket, meg a pirosat, eddig semmi gond ezzel, max kisztoppolódunk. És ilyenkor, hogy ez egy jó arányban rézált pozíció lett volna, tehát 4-ből 3, akkor nincs izgulás, ránézünk 2 óra múlva. Viszont biztos van izgulás. De egy dolgot ne feledjünk el, ha mákunk volt és nyertünk 1-2-3-400 dollárt, és itt most utolsó 2 pozíció kisztoppódik, akkor bizony már a trade abbahagyás. A daytrade-eket mellé lehet zárogatni egyébként, ha elkezd esni a piac. És ilyenkor, ha tévedtünk, stop loss-t nem módosítjuk. Kérdés a következő, hogy egy ilyen napon ennél több emeletre váltatok-e, vagy nem? Sajnos ez van a chartokon. És szépen végignézzük, hogy a dó is megy lefele. Bizony-bizony eltaktikáztuk. Ilyenkor egyébként korábban is ki lehet x-elni a pozíciókat. És nem 60-70 dollár bukunk ettől, hanem csak 50-et. Sime. Elköszönünk a dótól is. És ennek örömére azt is lehet csinálni. Eurofot nem piszkáljuk, az jó úgy. Elgondolkozunk azon, hogy mit lehetne itt ebből még zárogatni. Az a 2 dollár jó, ha zsebbe jön. Részvényeket nem bántjuk, az kell a részvényes webináriumra. Adjuk. Van egy régebbi Dow Jones-unk, azt meghagyom. Jó jöhet még, úgyhogy nem igazán zárogatok semmit. És ilyenkor, amit nem szabad elkövetni, az az, hogy elkezdünk állatkodni. Jöjjött már láttunk párszor. Adó túlélte, ilyenkor mákunk van, és azt nem szabad csinálni, hogy azt mondjátok, hogy a NASDAQ-nál belevesztek egy nagyobb lottal, mert akkor az egész napi profit jelentős része mehet a levesbe. De ha már valaki ekkora ügyeséget csinál, akkor illik lehúzni a stoppot egy jó helyre. Közel. Ha ez egy dupla, akkor tök jó. Ha nem, akkor tovább bukunk. Nézzük csak, mennyit buktunk ezzel a NASDAQ kisztoppal. Nem volt veszélyes, mert csak 22 dollár buktunk. És ezt megelőzően nyertünk egy 6-ot, tehát ez 16 dollár bukta az összes NASDAQ-os trade. Azonban, hogyha itt a Dow is kisztoppódik, meg a másik NASDAQ is, szabályt szektünk, és magunkra vessünk, hogy már csak 300 dollár lesz ebből. Aktuális esemény a vártnál jobb hír érkezett. Azt írjátok. Hát én ennyit akartam mondani ma. Reggel találkozunk. Nem volt az olyan rossz nap. A végén csináltam hülyeségeket. A legnagyobb hülyeséged a mostani, ami ott lebeg. De ezt azért csináltam, hogy ti ilyeneket ne csináljatok. És inkább a kis lotos kötéseket próbáltuk meg reprodukálni. Persze ne az alapján, amiket én csinálok, hanem a saját útfőből. Ha itt most egy nap végi korrekció lesz lefelé, akkor kisztoppódok. De azért a nap végi napi csúcs döntés is benne van a pakliban.
ha az a fejvál tényleg elmarad, amit itt berajzoltam nektek. És mivel kirázós piac, ezért olykor nem biztos, hogy rossz ötlet lépni, visszalépni egy-egy pozícióba, de amit viszont ne csináljunk soha, a túlzott lot emelés. Ugyanis ez a pozíció, ez már egy nagyobb kockázatú pozíció. Most röhögve el tudok hasonlani 80 dollárt, kit érdekel, ha csak 200 marad pluszba. Egy ilyen napon az is szép. De próbáljátok meg ennyit ne visszaadni a piacnak, mert gyakorlatilag fölösleges. Véleményem szerint egyébként, ha ez egy ugyanakkor ott lett volna, én ideig kitartanám a tetejéig, de az, hogy az én véleményem mi, meg a piac miért diktál egy külön helyzet. Arra várok, hogy legalább egy részt le tudjak ebből zárni, az pedig a következő kék vonalnál, második verténél, illetve a fölötte levő pirosnál következne be. Megnézzük, hogy mennyit hasaltunk el az előbb. 16-ot számoltam ki, 22, meg 6 nyerő, vagy olyan ilyesmi. Jó lenne visszakúszni 400-ra megint, ugye? Hú, mennyi is kell? Most nagyon lassú vagyok ma. Ha csak kettőt zárok, vagy hármat, elég az nekem. Oké. Ránézünk a Dow Jones-ra. Hajrá, Dow Jones! Visszajönjünk a Nasdaq-ra. Nem oda várom a chartot, csak ott engedtem el az egérgombot. Nasdaq csodálatos, most mennyi a kockátunk? Már nem 80, hanem csak 46. Hát akkor ne csináljunk túl nagy hülyeséget. Nehogy azt mondjátok reggel, hogy hülyeségeket láttatok. Még egy kettes lezárunk belőle, így már kicsi a kockázat. Maradt ugye két Nasdaqunk, meg két dong. Ezt meghagyjuk éjszakára, ha túléli. A dú esetében pedig. Hát most hadd ne szórakozzak ezzel. Majd, ha itt ezt közelíti, lehet, hogy részt zárni kéne. Vagy pedig megvonjuk a Dow Jones-t, és már most elkezdünk részt zárogatni. Nem kéne ezt ilyen gyorsan csinálni. Túl távol van ehhez még a stop. De most unalmas a piac, úgyhogy hadd ne szórakozzak ezzel. Ha mindkettő kisztopolódik, ezt túléljük. Ezt is túléljük. Az olyan, hogy reggelre ne menjen le ez a 400 profit 300 alá, bár ugye rengeteg részvény van, geppel is itt a piac, nincs rengeteg, csak sokféle. Mit találjak én még ki, majd mit mutassak? Többet nem tudok. Lassú-lassú a piac most. Kb. Van egy tippem, hogy kikapcsolom a webináriumot, akkor begyorsul. De hát ez már csak ilyen. Vissza Nasdaq. Ja, most teszteljük a ferde vonat, lehet, hogy lefordul megint. Jön a kis stop. Most ezzel nem nagyon fogok szórakozni. Kinek van kedve, nézegesse a chart, merre megy, hogyan tovább. Lenémítom magam, reggel találkozunk, de még lehet, hogy hozzászólok egy picit. Reggel 7:30-7:25 térségében találkozunk. Milyen nap van holnap körülbelül, csütörtök? Pénteken is. Pénteken este van egy tőzsde pszichológia. Tehát közeledünk a szeptember 27-hez, gyors kérés valaki a regisztrációs linket másolja, ha van kedve.
Dow Jones picit unalmas, nézzük a Nasdaqot, hát ha szintén unalmas. Hát lehet, hogy egy csúszóstoppal le kéne rendezni a két pozíció sorsát. Optimista hozzászólók, elbizonytalanodtatok, föl fogunk menni a tetejére. Nem kell itt ilyen sűrűn részzárogatni egyébként, de hogyha ez egy magasabb idősik lenne, és itt lennénk a vonalnál, akkor megint lehetne egy részzárás. Következő szint a piros. Tehát ilyenkor mondjuk, hogyha nem skalpról van, akkor nem kell itt bekészülni, hanem H1-H4-es csárton, ez azért nem olyan dolog. Kapcsoljunk át a Dow Jones-ra. Roppant izgalmas. Nagyon pici kerészárok. Türelmesek vagyunk. Visszanazdak, nem kell ilyen sűrűn zárni a részt. Ott vagyunk a duplatok környékén, szerintem átvisszük. De azért ne legyünk ennyire optimisták. 0,5-öt zárunk. Nézzük ezt a kék képernyőt. És a többi, és a többi, és a többi. Ha pechünk van, ki fogunk stoppolódni. Ha nincs pechünk, akkor beteszünk egy írtatlan magas take profitot. Nem néztem, hogy milyen számot írok be, tehát ez semmilyen célára nem felel meg. Hát odaig csak nem megyünk el. Tudok, hogy lefordultunk. Hát én most ezt meguntam. Tök mindegy, milyen adat jött. Ki fogunk stoppolódni. Sziasztok!